Jó estét kívánok! Önök az Ajka TV híradóját látják február 9-én pénteken. Nézzük mai témáinkat röviden. Könyvbemutató Butánról. Ezermester vetélkedő a Borsos iskolában. Brassó csapata ellen küzdöttek meg az ajkai óriások. Könyvbemutató zajlott tegnap a Városi Múzeumban. Az Álmomban, Butánban ébredtem című könyvről a szerző, Valcsicsák Zoltán, a Magyar Butáni Baráti Társaság elnöke tartott vetítéssel egybekötött előadást. Sok ajkai bővíthette Butánról szóló ismereteit, hiszen zsúfolásig telt az előadásnak helyet adó terem a Városi Múzeumban. Kína és India közé van beszorítva ez a kis ország Himalája lejtőin, és hát több évszázados elzártság után nyitott, és ma már azért sokkal több információ van róla. De hát azért is jöttem el Ajkára, hogy erről beszéljek, mert úgy érzem, hogy érdemes megismerni ezt az országot, ennek a természeti csodáit, ennek az országnak a hozzáállását a természethez, a természetvédelemhez, a bruttó nemzeti boldogság koncepciójukat, ami egy nagyon érdekes kormánypolitika, és hát a buddhizmust, ami ott egy hát gyakorlatilag Tibet és más helyi országok eltűnésével egy utolsó buddhista királyságról beszélhetünk. Az ajkai tükör mai műsorából az is kiderül majd, hogy hogyan mérik Butánban a bruttó nemzeti boldogságot. Tegnap immár negyedik alkalommal rendezték meg a Borsos Miklós általános iskolában az Ezermester vetélkedőt, amelynek a technika tantárgy áll a középpontjában. A versennyel kétkezi munkához kívánnak kedvet csinálni az általános iskolások körében. A vetélkedő a résztvevők ügyességét, szép érzékét és rajzolvasását teszi próbára. A sok vetélkedő között nem volt egy olyan, ahol a gyerekek kimondottan a kézügyességükkel szerepelhettek volna, vagy azt megmutathatták volna, hogy abban milyen tevékenyek. Tehát ezen a versenyen elméleti feladatok nincsenek, csak gyakorlati munkát kell végezniük egy megadott rajzok, leírások alapján. Az idén a témakör az a szárazföldi közlekedés volt, és egy olyan autót kellett nekik elkészíteni, amelyik léghajtással működik, tehát egy propeller forog, és a hátra nyomott levegő hatására megy előre. Mindenek előtt pontosan kellett mérniük, háromféle fűrésszel kellett dolgozniuk, íveket kellett vágni, furatokat bejelölni, elkészíteni, és főleg szerelőmunka volt a végén, meg áramkört is össze kellett rakni, tehát nagyon sokrétű feladatokat kaptak. A versenyzők Ajka körzetéből, Halimbáról, Nyirádról, Városlődről, Kislődről, Urkutról jöttek, és Ajka két iskolájából is érkezett két-két csapat. A megmérettetés a 7.-8. osztályos korosztálynak szólt. Nekik van már annyi tapasztalatuk, hogy képesek elvileg ilyen rajz alapján dolgozni, de hogy ráhangolódjanak, kaptak egy előzetes feladatot, hozzá megfelelő anyagot, mindent, és akkor ezt otthon elkészítették, most elhozták, bemutatták. Az előzetes feladat is egy versenyautó volt, de az csak egy gumimotorral működött, tehát egy ilyen hátrahúzós, előremenős, de nagyon sokféle munkafolyamat volt, amit végig kellett csinálniuk ahhoz, hogy működőképes legyen. Az Ezermester vetélkedőt idén is a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával bonyolították le. Az iparkamarának a szerepe annyi volt, hogy ők finanszírozták ezt a versenyt, mert ugye a szükséges anyagokat, eszközöket be kellett szerezni, meg kellett vásárolni, ezt teljes egészében ők fizették, valamint egy osztrák cégtől kaptunk még egy kis támogatást. A díjak is az iparkamara jóvoltából kerülnek kiadásra, és ettől az osztrák cégtől szereztük be hasonló csomagok, mint amiből a gyerekek építették a munkájukat. Nyilván másfajták, egy kicsit értékesebbek, komolyabb munkákat tudnak belőle elkészíteni. A verseny minden bizonnyal motivációt jelent a pályaválasztás előtt álló tanulók számára, különösen azoknak, akik a szakmunkák felé orientálódnak. Kunderman Robert elmondta, öröm volt számára, amikor nemrég egy középiskolai tanműhelyben az Ezermester vetélkedő korábbi versenyzőivel találkozott. A zsűri pártatlanságát Vesztróci László nyugdíjas technika tanár személye garantálta. A legjobbnak a Fekete-Vörös Marti iskola egyik csapata bizonyult, a csapattagjai Puskás Kristóf és Heinfart Péter voltak. Az első három helyezett díjazásban részesült, és minden résztvevő ajándékkal gazdagodott. Természetesen az elkészült munkadarabokat is hazavihették a diákok.
A nemzetközi sikerekkel is büszkélkedő Brassó csapata ellen küzdött meg szerdán az Ajkai Óriások U12-es gárdája. Eredményt nem számolnak ebben a korosztályban, az azonban elmondható, hogy a mérkőzés nagy erőpróba volt az Ajkai Óriások számára. Az erdélyi csapat is a magyar U12-es bajnokság résztvevője, és kimagaslóan teljesít. Mi turnérendszerben veszünk részt ebben a bajnokságban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 20 mérkőzésünk van, amit 4-5 alkalommal játszunk le, és egy kiszállásunkkor 5-6 mérkőzést játszunk. A mai napon ez a második mérkőzésünk az Ajkai Óriásokkal. Veszprémmel játszottunk 11 órától Ajkával, meg most ez a 5. mérkőzésünk Magyarországon. A brassói gyerekek fölényes győzelmet arattak az Ajkai Óriások fölött, ami nem is csoda, hiszen a csapat több mint 2-szer annyi évet tudhat a háta mögött a jégkorong világában. Ez a sportág Brassóban is rohamosan fejlődik. Ezeket a gyerekeket én neveltem, ez a gyerek korosztály az első olyan korosztály, aki nemzetközi szinten is megmérettetett. Úgy gondolom, hogy a Magyarország szinten is szerintem az első 4-be benne lennének, ugyanis ez a csapat nem a B csoportba kellene játszodjon, de mivel hogy nem volt az idén kvalifikáció, így a tavalyi korosztállyal a B-be játszottunk, és automatikusan a Magyar Jégkorong Szövetség ide sorolt minket. Brassóban aránylag fiatal a jégkorong élet, hiszen 2010-ben építettek fedett jégcsarnokot. Ezek, akiket láttak önök ma is, ezek 2010-ben jöttek jégkorongozni. Aránylag gyorsan fejlődik a jégkorong, hiszen felnőtt szinten is Erste csapata van Brassónak. Tavaly és ezelőtt 3 éve felnőtt szinten megnyerték a román bajnokságot, és hát mindig a középmezőny, illetve a 4.-5. helyen végeznek az Erste ligába, tehát amúgy jól fejlődik a jégkorong. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. Február 10-én szombaton rendezik meg a Garamvölgyi Irén emléktúrát a Csurgókúthoz Németh Ferenc vezetésével. Érdeklődni a 0630 402 80 47-es telefonszámon lehet. Február 10-én szombaton 17 órakor kezdődik az 5. farsangi kórus találkozó a Művelődési Központ színház termében. Fellép az Ajkai Pedagógus Női Kar, a Kantabile Vegyes Kar, a Jubiláte Női Kar és a Padragi Bányász Férfi Kar. Február 12-én hétfőn 15 órakor a Nyugdíjas Szabad Egyetem keretében az időskori mozgásszervi problémákról tart előadást Dorner Lászlóné a Művelődési Központ színház termében. Február 13-án kedden 15 órakor Fekete István ifjúsági bérletes előadás lesz a Művelődési Központ színház termében. A Pannonvár Színház az Anyu Én Vagyok című darabot mutatja be. Február 13-án kedden 16 órakor kezdődik a Felnőtteknek Kreatívan című kézműves foglalkozás a Művelődési Központ színház termében. A résztvevők ezúttal textillel dolgozhatnak. Szükséges eszközök tű, olló, íróeszköz, vonalzó. Február 15-én csütörtökön 19 órakor lesz a Pesti Művész Színház az Asszony Körbejár című bérleten kívüli előadása a Művelődési Központ színház termében. Február 22-én csütörtökön 17 órakor mutatja be Tilhoff Endre Ajkaváros általános lexikona című kötetét a Művelődési Központ kiállító termében. Február 23-án pénteken 18 órakor kezdődik az Ajkavárosi Bányász Fúvózenekar télbúcsúztató koncertjének nyilvános főpróbája a Művelődési Központ színház termében. A télbúcsúztató koncert február 24-én 18 órakor lesz. Kedves nézőink, kérem, tekintsék meg időjárás jelentésünket is! Szombaton a változó felhőzet mellett délelőtt várható több napsütés, számottevő csapadék nem várható. Megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2-7 fok között alakul.
Vasárnap alapvetően napos időre készülhetünk, csapadék nem várható. Az északi szél élénk lesz. 1-6 fokra számíthatunk. Hétfőn a kezdeti napos időt követően északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, futó zápor is előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél. Kora délután 2-7 fok várható. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik, Facebook oldalunkon pedig üzenhetnek is szerkesztőségünknek. Legközelebb friss hírekkel hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Mai adásunk ismétlését szombat reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát. Kérem, maradjanak velünk!